mai videóban szeretném megosztani veletek a mostanában kedvenc termékeimet, illetve lesz egy nem annyira kedvenc is. Remélem, hogy izgalmas lesz ez a videó, és hasznos, és tetszeni fog nektek, és remélem, hogy ez a mackós háttér sem zavar titeket, és akkor kezdjünk is bele. Egy ilyen dobozból fogom őket kiszedni, tehát nincs semmilyen sorrend, és akkor veszem is ki az elsőt, ami ez a Soap and Glory Sexy Mother Pucker, ilyen, hát tulajdonképpen szájfény, csak ilyen formában, és ez a Nudist árnyalatban van. Most már látjátok, hogy elég sokat használtam, de ilyen nagyon szép, hát nude színe van. Egyébként ez van most az ajkaimon, és annyira nagyon durván csillog, hogy nem tudom, tehát én még nem nagyon láttam ilyet így ceruza formában, és nekem nagyon-nagyon tetszik. Én nagyon sokat hordom mostanában, rengeteget hordtam, szinte kb. Csak ez volt minden nap az ajkaimon, úgyhogy természetesen muszáj volt belekerülni a kedvencekbe. A tartóságát nézve annyira nem tartós, hiszen azért mégiscsak egy ilyen, hát tulajdonképp szájfény, én ezt így mondom, mert szerintem ahhoz hasonlít a legjobban, tehát napközben többször újra föl kell vinni, hogyha arról van szó, viszont egyszerűen imádom, mert ettől a fényességtől ráadásul még egy kicsit nagyobb hatást is ad az ajkaknak, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretem. A következő termék pedig ez a Bourjois bronzosító primer, ami tulajdonképp tényleg csak egy ilyen barna kis massza. És ugye, mivel most elég meleg az idő mostanában, ezért mindig ezt felviszem a bronzosító alá, hiszen nem akarom, hogy könnyebben lejöjjön vagy leolvadjon, és akkor ennek a segítségével tovább fönnmarad. Illetve ezt egyébként magában is lehet használni, tehát nem muszáj még e fölé is bronzosítót fölvinni. Nagyon könnyen eldolgozható, nagyon szeretem. Azt egy picit sajnálom, hogy nem annyira hideg az árnyalat, vagy legalábbis lehetne egy picit hidegebb árnyalatban is kapni, de ettől eltekintve nagyon jó kis termék, és rengeteget használom most így a meleg folyamán, hiszen ilyenkor inkább ugye érdemesebb a krémesebb, folyékonyabb termékeket használni. És akkor ezt a bronzosítót ezzel a Real Techniques-es ecsettel viszem fel általában, illetve hát mindig, ami a Sculpting Brush nevet viseli, és ez egy ilyen vékony, ferde ecset, ami hát tulajdonképp pontosan erre van, hogy kontúrozzunk vele, és nagyon-nagyon-nagyon jól el tudom vele dolgozni a krémet. Nagyon egyszerű vele tényleg felvinni a terméket, és én nagyon-nagyon szeretem, nagyon tetszik az is, hogy ugye a többi ecsettől eltérően ez ilyen fényes, nem pedig matt. És egyszerűen imádom az összes Real Techniques ecsetemet, de nem tudom mindet ide beletenni, viszont ezt az utóbbi időben különösen nagyon-nagyon-nagyon megszerettem. A következő termék pedig ez az Anastasia Deep Brow Pomade szemöldök zselé tulajdonképpen, vagy gél, és nekem a taupe árnyalatban van meg. A nagyon világos szőkéknek egyébként én ezt az árnyalatot ajánlom, mert én is vaciláltam a taupe, és a nem is tudom, blond volt talán a másik árnyalat neve, nem tudtam, hogy nekem melyik lenne a jobb, de végül ezt választottam, és szerintem ez a jobb is, mert a másik egy picit inkább ilyen vörösesebb árnyalatú. Ezt a terméket nagyon-nagyon-nagyon-nagyon imádom. Hihetetlen egyszerű vele megcsinálni a szemöldököket, és hihetetlen gyönyörűre is csinálja meg a szemöldököket. Ugye azoknak, akik szeretik, hogyha ilyen éles vonalba megy tulajdonképp a szemöldökük, azoknak ez teljesen tökéletes. Tehát ennek a segítségével gyönyörűen meg lehet csinálni. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Viszonylag gyors is az elkészítés ideje, tehát én sokat szoktam szenvedni a szemöldököm megcsinálásával, én nem nagyon szeretem azt a procedúrát, de ezzel elég gyorsan szokott sikerülni, úgyhogy nagyon-nagyon szeretem ezt a terméket, nagyon tartós is a szemöldököm, tehát nekem volt már olyan, hogy nem szedtem le estére a szemöldökömről ezt a gélt, mert akartam, hogy másnap is megmaradjon, mert annyira jól sikerült, és meg is maradt. Nyilván egy picit kopott belőle, de tök jól ott maradt. Úgyhogy a tartósága is nagyon-nagyon jó. Nagyon-nagyon tudom ajánlani ezt a terméket. A következő az egy korrektor, méghozzá a Revlon-nak a Colorstay korrektora, és az enyém a 01-es fair árnyalat, tehát a leges-legvilágosabb árnyalat, és ezt most vettem nemrég,
de annyira bevált, hogy rögtön bekerült ebbe a kedvences videóba. A szemem alá szoktam csak használni, tehát világosabb ugye, mint a bőröm színe, úgyhogy ezért inkább ilyen highlighterként is funkcionál. És a szemem alá szoktam használni, és tök jól tulajdonképpen el is fedi, hogyha ott bármi olyan van, aminek nem kéne ott lennie. Szerintem tök jól viszonylag el is tünteti a karikákat, bár én másod is szoktam erre használni, de szerintem ez is tök jól elősegíti azt, hogy inkább ilyen kipihentebb legyen a tekintetünk. A következő termékeket egybe mutatom, mert nagyon hasonlóak, méghozzá ez a Benefitnek a Benetint, illetve a High Beam kis pirosítója, meg highlightere. Ugye mondtam, hogy én ilyenkor a melegben inkább szeretem a krémesebb, folyékonyabb dolgokat használni, úgyhogy nyilvánvalóan pontosan ezért kerültek bele ők is a kedvencekbe, hiszen folyékonyok, és sokkal egyszerűbb velük dolgozni. Nagyon gyorsan kell ezzel a Benetinttel dolgozni, hiszen nagyon gyorsan megszárad, tehát felvisztek az arcotokra, és aztán én ecsettel szoktam egyébként így eldolgozni, de most így újra mutatom meg. Tehát eldolgozzátok, most annyira nem látszik, nem tettem fel túl sokat, de igazából nagyon-nagyon szép. Hát ilyen pirosas színe van, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem ezt. És ugye akkor a highlighter, az pedig ugyanez, csak highlighter formában. Ezzel is viszonylag gyorsan kell dolgozni, hiszen hamar rá tapad az arcra, és én ezt is ecsettel szoktam eldolgozni. Aztán van itt egy olyan kedvenc, amit már rengetegszer hallottatok tőlem, de muszáj ebbe a videóba is megmutatnom, hiszen tényleg egy oltári nagy kedvenc, és nyilván főleg ilyenkor a melegben. A Rimmel BB krémje, nem fogok róla túl sokat beszélni, mert tényleg rengeteget mondtam már róla. A lényeg az, hogy egy nagyon-nagyon jól fedő BB krémről van szó, én nagyon szeretem. Az egyetlen hátránya az, hogy csak két árnyalatban található meg nálunk, a light és a medium árnyalatban, és a legvilágosabb árnyalat, ami nekem így mondjuk a téli időre is jó lenne, az sajnos nincs, viszont ez a light árnyalat így nyáron, ha már egy picit barnultam, akkor tökéletes, és végül is nagyjából csak nyáron hordok BB krémet, úgyhogy teljesen jó. És akkor az utolsó előtti termék, amit nagyon-nagyon szerettem az utóbbi időben, az ez a Benefit Roller Lash szempillaspirál. Ez ugye csak egy mini változat, az eredeti nagy változat nincs meg még, de biztos, hogy be fogom szerezni, mert a L'Oreal Volume Million Lashy szempillaspirál mellett ez a másik leges legjobb szempillaspirál szerintem. Nagyon tartós, nagyon szépen szétválasztja a pillákat, meghosszabbítja, és ami még nekem külön tetszik, hogy nem csak meghosszabbítja, de egy ilyen szép, ilyen göndör ívet is ad nekik. Egyébként ilyen a keféje, ilyen kicsit ferde, és hát ennek segítségével adja ugye az ívet, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon szeretem ezt a szempillaspirált. Sok videómban kérdeztétek, hogy milyen szempillaspirál van épp akkor rajtam, hát az esetek többségében ez volt, úgyhogy ez az a kis csodaszer, amivel gyönyörű pilláitok lehetnek nektek is. És hogyha valakit érdekel, akkor egyébként ezt is nálam meg lehet rendelni, úgyhogy írjatok bátran. És akkor el is érkeztünk az utolsó kedvencemhez, ami ez a NYX Soothe paletta, amiből most egyébként megmutatom neki az összes színt, mert legutóbb nem mutattam meg mindet, de úgy érzem, hogy látnotok kell, úgyhogy most gyorsan felrakom őket kezemre. Fel is taktam akkor a színeket, itt láthatjátok őket. Ez ugye egy nagyon-nagyon-nagyon gyönyörű ilyen fehér szín, amiben arany csillámok vannak, illetve hát nem csillámok, hanem ilyen arany a fénye tulajdonképp. Nagyon szeretem highlighternek használni. Akkor van itt egy ilyen nagyon különleges, ilyen oliva szín, ez a nagyon szép fénylő arany, ez a sötét zöldes barnás, amiben egyébként arany csillámok vannak. Akkor ebbe a másik barnába is, ilyen kicsit ilyen vörösesebb barna, ebbe is aranycsillámok vannak. Van itt egy ilyen gyönyörű, fénylő, zöld, sötétzöld, nagyon szép, és szintén egy ilyen mattabb barna, amiben hát ilyen színes csillámok vannak tulajdonképpen, nagyon érdekes szín, ilyen, inkább ilyen rózsaszínesebb csillámok vannak benne leginkább, úgyhogy hát ezek a színek találhatók meg ebben a palettában, itt láthatjátok nagyon-nagyon-nagyon szép színek, többféle sminket is el lehet vele készíteni, akár természeteset, akár ugye inkább kicsit ilyen bulib sminket, úgyhogy nagyon szeretem ezt a palettát, nagyon sokat használom. Leginkább a highlighter árnyalatot, illetve ezt az inkább ilyen kicsit ilyen rose gold árnyalatot.
amit most veszek észre, hogy fel sem raktam a kezemre, úgyhogy gyorsan még ezt is felrakom. Itt van végül ez a rose gold szín, nagyon-nagyon gyönyörű, nagyon szeretem, tényleg, és látjátok, hogy annyira ilyen fényes némelyik, hogy tökre ilyen, tudjátok, az a vizes hatása van, hogyha felvisztek a szemetekre, amit én személy szerint nagyon-nagyon szeretek, úgyhogy imádom ezt a NYX palettát. Ha tudjátok, szerezzétek be. Én egyébként eBay-ről rendeltem, le fogom tenni az infoboxba a linket, ahonnan rendeltem, és még egyszer megmutatom a színeket, kicsit közelebbről, ilyen gyönyörű színek. És akkor egy darab, hát nem annyira kedvenc maradt a végére, ez pedig a Bourjois-nak ez a csokis kontúrozó duója, amiben ugye van egy bronzosító, illetve egy highlighter. Na most ez nem azért nem kedvenc, mert maga a termék nem jó, mert tulajdonképpen ez egy teljesen jó termék, csak is az illata, tehát tök jó tényleg. De én ezt tulajdonképpen a highlighter miatt vettem meg, és maga a highlighter az nem olyan erős, mint amennyire én szeretem. Tehát én szeretem tényleg, hogyha ha látszik, hogy ott van az a highlighter, és igen, talán egy kicsit sok. Ennek nagyon kis ilyen gyengéd highlightere, úgyhogy hát tulajdonképp csak ezért került bele így a nem kedvences videókba, hát látjátok, hogy tényleg nem annyira látszik, illetve inkább ez nem az a csillámos highlighter, hanem ez a duokrómos, ami tulajdonképp ilyen fehér, ugye maga ez a púder, és akkor így van benne ilyen rózsaszín, egy picit ilyen rózsaszínes, aranyos duokróm. Remélem értitek, hogy mire gondolok. Megpróbálom most így megmutatni nektek a kezemen, de nem biztos, hogy látszani fog. Ide vittem fel. Hát, egy nagyon picit látszik, de hát látjátok, hogy azért ez nem egy nagy durranás, de tényleg tehát nagy bajom nincs vele, mert így is használom, meg így is szeretem, mert jó, jó termék, csak egy olyannak, aki nem annyira szereti, hogyha bum, így a highlighter belevilágít más emberek szemébe, annak tökéletes ez a termék. Én nekem emiatt nem vált be annyira, de ettől eltekintve használom, és hát annyira tulajdonképpen nem bántam meg egyébként, hogy megvettem, úgyhogy. Ez volt már ez a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Írjátok meg kommentben, hogy milyen videókat szeretnétek még látni tőlem. És remélem, hogy tetszett nektek most ez a kis macis háttér. Azt látom, hogy fejjel lefelé vannak. Ezt legközelebb megpróbálom orvosolni, hogyha tetszett nektek, és akarjátok, hogy esetleg ez maradjon. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. És legyen csodaszép napotok, vagy estétek. Sziasztok!